Itt a tavasz, sokan tesznek kirándulást a szabadba, heverednek le a fűre a napsütést élvezni. Egyre nagyobb problémát okoz azonban a kullancs, amely több kort is terjeszt. Egyes betegségek ellen már van védőoltás, a szakemberek szerint pedig sosem késő elkezdeni a védekezést. Sokféle betegséget terjeszthet ez az ízelt lábú, ezek közül a két legfontosabb a vírusos agyvelőgyulladás és a Lyme-kór. A kullancs egy apró kis állatka, amely a fűben és az ágak között a leveleken található. Általában azon a területeken, ahol ilyen sűrű, bozótos, nem vágott, nem parkban rendezett füvek vannak, területek vannak. Megbújik a levelek a leágazó ágak, fák lehajló ágai között. Tehát, ha ilyen helyen játszunk, kutyát sétáltatunk, bujkálunk, sétálunk, akkor megtörténhet, hogy összeszedünk egy-egy kullancsot a környezetünkből. Van elég sok kullancs ezen a mi területünkön, viszont ezek a kullancsok nem egyértelműen fertőzöttek, sőt, a mi területünkön nem is jellegzetesek a fertőzött kullancsok, de vannak olyan endemikus területek, ahol jobban bizonyított az, hogy bizonyos betegségeknek a kórokozóját hordozzák ezek az állatkák. Ilyen van például a Fruskogórán is, valamint Szerbia területén, ugyanúgy Magyarország területén is van, tehát ezek azok a területek, amik hozzánk relatív közel vannak. De éppen ezen a mi tiszamenti övezetünkben nem jellemzők a fertőzött kullancsok. Persze sosem tudjuk, hogy mikor találkozunk ilyen kis állatkával, parazitával, és mindenféleképpen megfelelően kell kezelni, minden eltávolítani és kezelni, kísérni minden kullancscsípést. A kullancs csípés után, ha a kullancs nincs időben eltávolítva és fertőzött volt, napokon, heteken belül jelentkeznek bizonyos bőrtünetek, amelyek a Lyme-kor gyanúját felvetik, bár ilyenkor sem alakul ki minden esetben megbetegedés. A Lyme-kór esetében azt lehet mondani, hogy a kullancsok 15%-a fertőzött. A vírusos agyvelőgyulladás ritkább, ezért jóval kevesebb ízelt lábú hordozza magában. Ugye, mint tudjuk, az egész kullancs nem megy bele a bőrbe, csak az első csápjai és a fején levő kis feje húzódik bele a bőrbe. Ő innentől kezdve szívja a mi bőrünket, a potroha az kint marad, és ahogy szívja a vérünket, azáltal nő a potroha, és nagyobbodik a bőr felszínén levő testrésze. Így tudjuk mi észrevenni azt, hogy kullancs van bennünk. Nagyon erőszakosan ragaszkodik, tulajdonképpen egy ilyen kis kör formájába megy bele a csápja a bőrbe, nem egyenesen szóródik bele, és ezért nagyon kapaszkodik a bőrhöz. Ezért kell tudnunk, hogy kell eltávolítanunk a bőrből a kullancsot, kihúznunk, mert ha megfelelő irányba csavarjuk a kullancsot, akkor könnyebben eltávolodik, úgyhogy az egész feje és a csápjai kijönnek. Maga a kullancs, amikor befúródik a bőrbe, és a vérünket szívja, azzal még nem történik semmi baj velünk. Velünk akkor történhet baj, illetve kapjuk el a kullancs potrahában, bélrendszerében, gyomrában lévő parazitákat, ha fertőzött a kullancs, hogy amikor a kullancs nagyon jól lakik, akkor egy ilyen ökrődő mozgás kezdődik az ő bélrendszerében, tulajdonképpen hányás, és ez visszakerül, ez a hányadék az ő potrohából a mi bőrünkbe, és akkor fecskendőznek be a fertőző ágensek a vérünkbe. Két betegség az, amit terjeszthet, az egyik vírus által, az a vírus okozta
hártyagyulladás, elnézést, valamint a Lyme-kórnak a kórokozója, ami szintén bekapcsolódott, ez pedig egy ilyen idegszál és izületi gyulladást idéző kórokozó, a Bordelia, amelyik a másik kórokozó, amelyik be a kunancs által a vérünkbe kerülhet. Na most éppen azért, hogy kivédjük ezt, hogy ez a kullancs jól lakhasson, és hogy ez a hányás ökrendezés a kullancsban ne váltódjon ki, tehát ne kerüljön vissza az ő gyomorbélnedve a mi vérünkbe. Ezért kell időben eltávolítani egyrészt, másrészt pedig megfelelő módon. Valamikor azt tanították, hogy be kell kegyni a éterrel, olajjal a kullancsot, hogy ne kapjon levegőt, és akkor majd ő megfullad, és azáltal kiesik saját maga. Na most ezzel az irritálással éppen azt idézzük elő a kullancsba, hogy ő neki előjöjjenek egy ilyen kellemetlen bélmozgása, gyomormozgása, tehát egy szenvedése a kullancsnak, és éppen ezáltal tud bekerülni, tehát kiváltjuk magát a fertőzést. Tehát minél kevesebbet kell irritálni eltávoláskor a kullancsnak a potrohát, teljesen a nyakánál kell, hogy egy megfelelő csipesszel, vagy akinek nagy körme van, akkor a két körmével, de vannak megfelelő kullancs eltávolítós csipeszek, azzal elcsípni közvetlenül a bőr felszínénél a kullancs potrohát, és az urajárásával ellenkező irányban csavarni és húzni. Na most ezt nagyon sokan otthon megteszik, akkor benne marad a kis fekete pötty, akkor nem tudjuk, hogy csak a csápja vagy a feje, akkor jönnek, és akkor idegesek a betegek, illetve nem betegek a páciensek, és akkor kérik, hogy ezt most mi távolítsuk el. Sokkal jobban szeretjük, hogy a kullancsostól jönnek el, és mi távolítjuk el az egész kullancsot. Szó nélkül felkelünk éjszaka, délben, a nap bármelyik szakában, mielőbb el kell távolítani a kullancsot, tehát nem kell várni a reggelt, nem kell várni a másnapot, bármikor el kell jönni, amikor észreveszik. Általában este fürdéskor, levetkőzéskor, de főleg fürdéskor veszik észre, hogy egy kis érdes valami van a bőrön, le akarják söpörni, szappanozás közben valami kaparódik, és rájönnek, hogy nem jön le, megnézik, és látható a kis kunancsnak a potraha. Tehát meg lehet próbálni egymagukban, akik ügyesek, eltávolítani, de mondom, húzni és csavarni az órajárással ellenkező irányba, vagy pedig eljönnek, és mi kivesszük. A továbbiakban legalább egy hónapig kell kísérni a kullancs csípésének a helyét. Amennyiben piros fleck jelentkezik a kullancs csípés helyén, amelyiknek a közepe fehéredik, és egy határozott piros kör van a szélén, és ez, mondom, legalább egy hónapig kísérni kell, akkor jelentkezni kell. Ez az első jele annak, hogy esetleg fertőzött volt a kullancs. Ilyenkor még mindig nem késő elkezdeni az antibiotikumot, tehát hogyha mi úgy távolítottuk el a kullancsot, hogy akkor nem láttunk egy ilyen egyértelműen 1-2 cm-es piros kört, akkor nem kell semmilyen kezelést, semmilyen antibiotikumos kezelést elkezdeni. Ha viszont ez a piros kör megjelenik, akkor még mindig van időnk arra, hogy elkezdjük az antibiotikumot, mert ez egy hosszú idő alatt, hónapok alatt kifejlődő betegség, amit le lehet állítani akkor, amikor az első jelek megjelennek. Ezen a piros bőr elváltozásokon kívül jelentkezhetnek ilyen megfázásos tünetek, kis láz, reflexkiesések, zsibbadások, tehát izületfájdalmak, tehát ami az idegszál és az izületek elváltozására jellemző. Ha netenten a vírusos agyhártyagyulladásnak a jelei, tehát fertőzése áll be, akkor pedig az agyhártyagyulladásnak a jelei, fejfájás, szintén láz, tehát az ilyen fertőzések tünetei, hányás jelentkezik, tehát ez már egyértelmű jeleket ad, sajnos ezt megelőzni nem bírjuk.
A kullancs ellen úgy védekezhetünk, hogy minden évszakban megfelelő öltözetben járjuk a természetet, ajánlott 4 óránként szúnyog és kullancsriasztó készítmény használata. Nézzük át a testünket pár óránként, de naponta legalább egyszer a vérszívók után kutatva. Ha kullancsot találunk a bőrünkben, a szakemberek szerint a lényeg, hogy a kullancs legkisebb gyötrése nélkül távolítsuk el azt, ne nyomogassuk vagy kenjük be különböző szerekkel, mivel ilyenkor a vérszívó kórokozókat öklendezhet a szervezetünkbe. Mi a helyzet most a kullancsokkal? Házi kedvenceinkben megjelentek-e már így április közelettével? Hát igen, a kullancs szezont az emberek kicsit tévesen fogják föl úgy, hogy tavasszal és ősszel van. Az igaz, hogy a kullancsok aktivitása ebben a periódusban sokkal erőteljesebb, mint az év többi hónapában. Azonban, mivel ők alkalmazkodtak a városi életmódhoz, sajnos egész éven keresztül számolni kell velünk. A téli hónapokban is találkoztunk olyan kutyusokkal, amelyekben fertőzött kullancsok voltak. Tehát nem szabad a téli hónapokban sem, sőt a nagy nyári melegekben sem őket figyelmen kívül hagyni. Természetes, hogy vannak periódusok, amikor az inváziójuk sokkal erőteljesebb, tehát sokkal több számban találkozunk velük. És mi a helyzet jelen pillanatban a vidékünkön? Megjelentek már a kullancsok? Beszélhetünk arról, hogy házi kedvenceinkben is, vagy akár saját magunkon találhatunk kullancsot, hogyha természetbe megyünk? Igen, természetesen, tehát a jó idővel megindultak a kullancsfertőzések száma is, a kullancsok megjelenései sokkal-sokkal előteljesebb. Voltak olyan kutyusok, amik 5 perces futás után a réten több 100 kullancsot is találtak a gazdik bennük. És mi a teendő, hogy házi kedvenceinkben felfedezünk, kullancsot találunk, hogyan tovább? Hát mindenképpen fontos lenne a kullancsokat minél hamarabb eltávolítani, tehát hogyha csak 1-2 darab kullancsot találunk, akkor az eltávolításokat minél gyorsabban és szakszerűen kellene elvégezni. Tehát semmiféleképpen sem szabad használni sem alkoholt, sem olajat, sem pedig más olyan szereket, amelyeket a kullancsokat úgynevezett fulladáshoz, levegővételhez folyamítaná. Tehát minél hamarabb meg kell fogni egész lent a bőrnél, akár egy speciális kullancskiszedővel, akár egy cérnaszállal, és még nem is muszáj csavargatni sem, hanem egy erőteljes mozdulattal el kell távolítani a bőrből. A közhiedelem ellentétben nem baj, hogyha bent marad a kullancsnak a szív, tehát a szájszerve, az az úgynevezett fullánkja vagy rágókája, mert az úgy viselkedik a szervezetben, mint egy kis tüske vagy egy kis szálka, tehát azt a szervezet előbb-utóbb kidobja. Az a fontos, hogy minél hamarabb eltávolítsuk a kullancsot, hogyha netalán a kullancs magába hordozza a fertőző betegségek kórokozóit, ne legyen ideje azt az állatba befecskendezni, és ne tudja megfertőzni az állatot. És létezik-e valami olyan módszer, amivel tudunk úgymond védekezni, amivel megvédhetjük házi kedvenceinket? Hát először is maga a környezetvédelme is nagyon fontos, tehát a füvet azt rendszeresen kaszálni kell. Ha a telkünk mellett olyan hely van, amit nem tudunk kaszálni vagy írtani, akkor a kerítés körül kullancs ellenes szereket használhatunk, hogy a kullancsok ne menjenek át, mert mivel ők a pókfélékhez tartoznak, nagyon szépen tudnak mászni, és jelentős távolságokat meg tudnak tenni rövid idő alatt. A kedvenceik védelmére pedig nagyon-nagyon sokféle szer áll rendelkezésünkre. Vannak nagyon jó minőségű nyakörvek, vannak tabletták, vannak lecsöpögtető szerek, tehát a választék tényleg nagy. Az embereknek mindig azt a fajta védekezési módot kell választani a kedvencüknek, ami nekik is megfelelő, tehát hogy betartsák a pont, tehát a termékek helyes alkalmazását. Vannak termékek, amelyeket 28 naponta kell alkalmazni, vannak amelyeket havonta, vannak amelyeket 3 havonta, léteznek olyan nyakörvek, amelyek 6-8 hónapos védettséget biztosítanak, de a kiválasztásukkor mindig kell alkalmazkodni a gazdák és az állatnak az igényeihez is. A kullancsokhoz nagyon jól alkalmazkodtak különböző fertőző betegségeknek a kórokozói.
úgy a vírusok, mint a baktériumok, mint a rikéciák. Tehát a kullancsok nagyon sokféle fertőző betegséget tudnak terjeszteni. Egy pici szerencse talán abban van, hogy azok a fertőző betegségek, amelyek az állatra veszélyesek, akár életveszélyesek is lehetnek, az emberre nem veszélyesek, viszont fordítva is. Tehát például az emberre nagyon veszélyes agyhártyagyulladást terjesztő kullancs az állatra veszélytelen. Ugyanígy fordítva, az állatra veszélyes erlihiózis, babéziózis, anaplazmózis, tehát sorolhatnám, hogy mi minden van, az az emberre nem veszélyes. A tapasztalatom az, hogy egyre több fertőzött kullancs van, és egyre többféle betegségeket terjesztenek egyidejűleg, és egyre agresszívabbak. Ezhez hozzájárul az is, hogy egy kullancs szaporodása folyamán több ezer petét lerak, és minden fertőzött kullancs mindegyik petéje fertőzött is, továbbra is, és ez 6 generáción lefelé. Most én ezt nem tudnám kiszámolni, de ez egy nagyon nagy szám, hogyha egy kullancstól több ezer petünk van, és az a több ezer pete mindegyik több ezeret rak le, és 6 generáción lefelé a fertőző képesség megmarad.